Jól kapta el a rajtot a hatos pályán Brágától Dzsáda és Benkucs Kira Roxana. Én úgy láttam, hogy az övék volt a legjobb rajt. De hosszú még a vége 500-ig. Ott vannak az első helyen, tehát a magyar páros fent a hármason, a portugál, a kettesen a német, a hetesen a kanadai, és itt a kilencesen a kínai egység tartja a lépést. Ez az öt hajó emelkedik ki a mezőnyből. Kenu kettes női 500 méteren az első előfutamban. We can see Hungary in lane 6 in the lead. Or I'm sorry, in lane 9, the People's Republic of China. So in the first three position right now, China, Hungary and Canada. And as I mentioned, only the first three can go straightly to final. The first, fifth, sixth and seventh go to semi-final and the next best by time. And at this moment it is China, Canada and Hungary who are in the first three positions. A 200 méteres rajtvonalat elhagyva, ugye az utolsó 200 métert kezdik meg a versenyzők, és még mindig Kína, Kanada és Magyarország az első három helyen, de nagyon jól jönnek fent a kettesen a németek. Megkezdték ők is a hajrát. Still the People's Republic of China, Canada and Hungary in the first three position, but we can see a strong finish from the German boat in lane 2. They are coming closer and closer to the first three. Still the People's Republic of China in the lead. And the big battle for the second and third positions. And it is China, Canada and Germany. Dzsádának és Kirának. Én úgy láttam, hogy a negyedik helyen ért célba a hajója, ami azt jelenti, hogy középfutamban láthatjuk viszont őket. Congratulations to Xu and